Folytatjuk a 120 éves FTC-ről való megemlékezésünket. Ma Gyarmati Dezső vízilabdázót ismerhetik meg, akit a mai napig az egyik legsikeresebb edző és vízilabdázóként tartanak számon. Amrus, mikor és hol kezdődött az ő pályafutása? Hát Miskolcon született egyébként 1927-ben, de Budapesten töltötte már a gyermekéveit is, és a Gammánál, amely akkor egy nagyon ismert vállalat volt, kezdte el a vízilabda pályafutást. Egyébként foglalkozott ökölvívással is, más sportágak is érdekelték. Saját elmondása szerint a tanulás kevésbé, a sport sokkal inkább kitöltötte az életét. És hát itt kell megjegyeznem, hogy két adással ezelőtt, amikor a kézilabda volt terítéken, akkor említettem, hogy milyen fontosak azok a családi hagyományok, amelyek különböző sportágokat is akár össze tudnak kötni. Gyarmati Dezső egyrészt igazi családi sportdinasztia alapítóként is ismert, hiszen első felesége Székely Éva szintén olimpiai bajnok 1952-ből, az FTC úszója, aztán edzője is volt, és hát unokái is folytatták ezt a hagyományt, de erről még egy picit később majd szeretnék beszélni. De ami az ő személyében szintén megtestesült szerintem, az, hogy a sport szeretete az túlnyúlt egyesületeken. Az ő sportpályafutása tökéletesen igazolta, hogy papíron, mondjuk így, vetélytárs sportegyesületekben is folytathatja az ember a pályafutását. Ő 1940-ben kezdte el a vízilabdát, ahogy említettem, a Gammában, aztán 1947-ben egy rövidebb angliai kitérő után ő az Újpest csapatában folytatta, és egészen 1960-ig ő hivatalosan az Újpest, aztán Újpesti Dózsa csapatának volt a vezéregyénisége, és aztán 1960-tól 66-ig volt az FTC játékosa, aztán volt az FTC-nek az edzője, és válogatott szövetségi kapitány is, és mindkét szerepben óriási sikereket ért el. Hát először beszéljünk arról, hogy mint vízilabdázó mit tett le az asztalra. Mielőtt még FTC, vagy mielőtt még fradista lett volna, 1952-ben nyerte az első olimpiai aranyát Helsinkiben, de már 1948-ban is részt vett az olimpián a csapat tagjaként. Ő összesen 5 olimpián vett részt versenyzőként. 1956-ban a Melbourne-i olimpián szintén aranyérmes lett. A főiskolai világbajnokságok, az Európa-bajnokságokon elért sikereket, aranyéreket én most nem is sorolnám föl. Inkább arról beszélnék, hogy ugye kétszeres olimpiai bajnokként hát egy ideig nem tért haza, külföldön trénerkedett, 1958-ban jött ismét vissza Magyarországra, és akkor kapott egy 2 éves eltiltást, és nem is folytathatta a pályafutását az Újpest. Ezt miért kapta az eltiltást? Hát azért, mert ugye nem jött vissza időben, nem jött haza. Hát ez egy büntetés volt, amit ugye azt is megfontolhatta volna a Melbourne idején, illetve után, hogy nem jön haza, de feleségével, Székely Évával végül is úgy döntöttek. Gyermekük is itt tartózkodott, itt élt Andrea, akit már születésekkor aranyérmesként apostrofált a sport sajtó annak idején. Tehát ők úgy döntöttek, hogy ők nem maradnak külföldön, de ettől még ezt a büntetést ezt megkapta, és nem is folytathatta az Újpest színeiben a pályafutását, a Ferencváros viszont befogadta, és ahogy említettem, 66-ig játszott a csapatban, és hát ebben az időszakban szerezte a 3. olimpiai aranyérmét, az 1964-es tokiói olimpián. 1960-ban is részt vett az olimpián, a római olimpián, bronzérmet is nyert, és aztán ugye 3-szoros olimpiai bajnokként kiemelkedett egyébként a mezőnyből utána is, és nem fejezte be a vízilabdával való kapcsolatát, természetesen az edzősködés mellett tette le a garast, és hát tulajdonképpen külföldön is edzősködött, volt külföldi országnak is a szövetségi kapitánya, de 1972-től 1980-ig jött egy 8 olyan év, amikor
a sok aranykorszak, amely a magyar vízilabdát jellemezte, az egyik aranykorszak az ő nevéhez fűződik edzőként, vagy szövetségkapitányként. 1973-ban a válogatott megnyerte az első világbajnokságot, amit ugye azelőtt nem rendeztek, 1976-ban pedig Montrealban megnyerte a csapat az olimpiát, tehát azért is lehet azt megfogalmazni, hogy ő az egyik ha nem a legsikeresebb vízilabda szakember Magyarországon. Ugye Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok, mint edző, de játékosként nem volt ilyen sikeres. Gyarmati Dezső háromszor nyert olimpiai bajnokságot játékosként, és egyszer szövetségi kapitányként, és hát nagyon sokáig a sport mellett maradt. Nyugdíjas évei is a sport szeretete töltötte ki. Azt gondolom, hogy kevés olyan személyisége van a magyar sporttörténetnek, aki ennyire ott volt mindig, ahol a sport irányítása, a sport vezetése, illetve a sportolókkal való foglalkozás terítéken volt. És azt is említsük meg, hogy a lánya, Gyarmati Andrea is sportoló. Így van, hát lett. Sőt, nem csak, hogy a lánya, ugye két lánya született, két házasságból, az első házassága Székely Évával kötetett, és ebből született Gyarmati Andrea. Róla és az édesanyjáról is szeretnénk majd még beszélni, mert hogy ők is FTC színekben sportoltak. Második házassága Bara Margit színművésznővel kötetett, ebből a házasságból is egy lánya született. Most is, a legutolsó világbajnokságon is Szilágyi Liliana unokája öregbítette a magyar úszósport hírnevét. A másik unoka, aki Gyarmati Andrea fia, Hess Máté, pedig szintén vízilabdázóként tette hozzá a magáét. És azért azt gondolom, azt is fontos hozzátenni, hogy Gyarmati Andrea férje, Hess Mihály az 1968-as mexikovárosi olimpián a kajakkenu sport első aranyát nyerte. Úgyhogy ez egy nagyon nagy sportdinasztia, amely folytatja a valamikor az 40-es években megkezdett hagyományokat, és remélhetőleg jó sokáig nem lesz vége ennek a hagyománynak. És ahogy említetted, maradunk ennél a sportdinasztiánál, ennél a családnál. Következő adásunkban Székely Éváról és Gyarmati Andreáról beszélgetünk majd.